Dombováron 71 fővel működik az a székelykör, amelybe tartoznak bukovinai és erdélyi székelyek egyaránt. Fontosnak tartják a hagyományok éltetését, a múlt eseményeinek ismeretét, ezért is elevenítették fel a székelyhét keretein belül azt az időszakot, amelyről az ősök nem szívesen beszéltek, mesélte a dombóvári székelykör elnöke. Idén 80 éve, hogy szüleink, nagyszüleink elindultak Bukovinából. Ez egy nagyon kerek évforduló, és úgy gondoltuk, hogy erre a megemlékezésre a legalkalmasabb egy kiállítás, egy ilyen értékes összefoglaló kiállítást rendezünk, hogy hívjunk meg, és nagy örömmel jött dr. Papp Árpád vajdaságból. Nagyon fontos ezt az évfordulót megülni, megemlékezni, mert sokunknak, szüleinknek, nekünk is sok fájdalom van benne, mert a családi történeteket azért a nehezen is, de megtudtuk, hogy mi hogyan történt, mert sokáig erről szüleink nem beszéltek, hogy milyen nehéz volt ott hagyni a szülőföldet, és gyakorlatilag egy nagyon rövid idő után, hát elindultak 41-ben, 44-ben már menekültek, és utána kerültek ide erre a környékre. Tehát ha csak belegondol, hogy mostan észre az ember, hogy pár éven belül az mindent fölborítva, ott kellett hagyni, utána még egy helyre bekötni, utána onnan eljönni, szóval nagyon-nagyon nehéz lehetett nekik, de én úgy gondolom a hitük és az összetartozásuk megtartotta őket, úgyhogy mi erre nagyon büszkék vagyunk. A bukovinai székelyeket bemutató fotók és okiratok, melyek a művelődési ház falain elevenednek meg, a Bácskában végzett korabeli 1942 és 1943 közötti néprajzi gyűjtés eredményei, tudtuk meg a szabadkai múzeológustól. A bácskai tartózkodások időszakát dolgozta fel a Szabadkai Városi Múzeum, és gyakorlatilag a közös sors, közös múlt, közös sors és az ebből levonható tanulságok az az üzenet, amit a Városi Múzeum és a kiállítás rendezője, szervezője Dombóvárra hozott. Ennek a kiállításnak kétségtelenül az a hozadéka, hogy elgondolkodjunk azon, hogy az a 20. század közepi kegyetlen mostoha sors milyen tanúságokkal szolgál számunkra, és van egyáltalán tanúság a jövendő nemzedékek számára. Volt egy helyi célja. Szabadka esetében a leplezetlen célja az volt, hogy a magyar történelemmel, magyar múlttal foglalkozzunk Szerbiában. Ez korán sem annyira egyértelmű, mint azt első látásra gondolnánk. Másrészt pedig az, hogy ebben a magyar történetben, ebben a regionális történelemben találjuk meg azokat a kapcsolódási pontokat, amik más etnikumokkal, vagy velünk azonos etnikumokkal és más etnikumok viszonyrendszerében értelmezik az időszakot. Ne felejtsük el, hogy a bukovinai székelyek sorsa, történelme az többszörösen előrevetítette és visszafelé is vetítette azt, ami történt úgy Bácskában, mint ugye később Baranyában és Tolnában is. A történelmi leírásokat bensőséges hangulatú képek egészítették ki, de mielőtt jobban szemügyre vehették volna az érdeklődők, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője méltatta a kiállítást. Nem csak a vajdasági vagy a bácskai magyarság történetéhez kapcsolódik, hanem gyakorlatilag az összmagyar történelemnek egy része, amit itt láthatnak. A bukovinai székelyekről beszélünk, akik tudjuk, hogy itt Dombóváron nincsenek többségben nyilván, de azért Dombóvár mai arculatához már ők is jelentősen hozzátartoznak. Zsabokorszky Ferenc hegedű játéka varázsolta még ünnepélyesebbé a megnyitó hangulatát, aki a Petőfi program keretében Moldvában több csángó faluban tartott népzeneoktatást gyerekeknek. A Mindegy szálig hazahozni őket címet viselő vándorkiállítás egyrészt a történelmi szálat követi végig, másrészt pedig magát a hangulatot próbálja meg elénk varázsolni. Azt a szellemiséget, azokat a hétköznapokat, amelyek nem csak a bukovinai székelyek, de egyúttal a bácskai magyarság hétköznapjai is.